Veszélyhelyzet ide vagy oda, de a városnak működnie kell, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztések volumenét, ütemét fenntartsuk, és a beruházások azok, a városi beruházások ne álljanak meg, ezek is munkahelyeket generálnak, munkahelyeket védenek meg ezek a fejlesztések, hiszen hogyha a helyi vállalkozásoknak, vagy általában véve a régióban működő vállalkozásoknak munkát adunk, azáltal munkahelyeket tudunk megvédeni. Ilyen a város egyik nagyon forgalmas részben, ipari részben lakossági célokat kiszolgáló útjának, tehermentesítő útjának, a Köntösgát sornak a felújítása is. Amint látják, ugye ez részben lakossági közlekedési igényeket tud kiszolgálni, hiszen forgalmas és sűrű lakott városrészeket köt össze, de emellett a Köntösgát sor két oldalán ipari övezetek, ipari zónák alakultak ki. Itt van az Alföldi Tej, a Daniella Ipari Park, itt mögöttünk szintén ipari fejlesztések vannak, ott van az EMD orvosi műszergyára, tehát egy iparilag is és lakossági szempontból is nagyon fontos út felújításáról beszélünk. A Köntösgát sor felújítása az azt jelenti, hogy 770 méter hosszan, teljesen teljes szélességben és teljes hosszban új aszfaltburkolatot kap az utca. Emellett 680 méteren felújítjuk a járdákat az út mentén, és 570 méter hosszan pedig a vízzel vezető árkokat is rendbe tesszük. Tehát azt gondolom, hogy a fejlesztés egy hosszú távú megoldás ennek a nagyforgalmú útnak a fejlesztésével kapcsolatban, egy hosszú távú megoldás az itt közlekedők számára. Hiszem azt, hogy mind az ipari szereplők, mind pedig a lakosság fogja értékelni ezt a felújításunkat. Ezen felújításunkat. El kell mondani, hogy az új Főnix terv keretében valósul meg a fejlesztés. Az új Főnix terv nagyon komoly hangsúlyt fektet közlekedésfejlesztésre, hiszen az elmúlt években számos csomópontot építettünk át, újítottunk föl, emellett új forgalmi rendet alakítottunk ki a belvárosban, új utakat építünk és meglévő utakat aszfaltozunk. Ennek a programnak a része a Köntösgát sor átépítése és felújítása is, amely természetesen azt is jelenti, hogy az év során további hasonló típusú fejlesztésekre kell majd koncentráljunk, nagyforgalmú csomópontok, nagyforgalmú utak átépítésére, és eddig még nem aszfaltozott utak útépítése is megkezdődik majd. A régi hagyományos néven önerős utaknak, vagy most már lakossági kezdeményezésre megvalósuló utaknak az építése is meg fog indulni a következő hetekben. Gyakorlatilag két célt is elérünk ezekkel a fejlesztésekkel. Egyrészt az itt lakóknak az érdekeit szolgáljuk, hiszen például a Bartók Béla úti csomóponttal az ottani torlódásokat tudtuk csökkenteni a csúcsidőszakban, és könnyebben meg tudják közelíteni az itt lakók a belvárost, és ezáltal az ott található szolgáltatásokat, intézményeket. Másrészt pedig a Köntösgát sor szintén az ő érdeküket is szolgálja, hiszen a Balmazújvárosi út mentén nagy bevásárlóközpontok találhatóak, és a Köntösgát sort használják elsősorban ezeknek a nagy bevásárlóközpontoknak a megközelítéséül. Ugyanakkor a helyi lokális igényeket is igyekszünk kielégíteni. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ilyen lokális igény kielégítése volt például a Diófa utca leaszfaltozása, vagy például a Lilla köznek az aszfaltozása is. Nem szeretnénk itt megállni az elkövetkezendő időszakban, hiszen mindkét fejlesztésből jut majd reményeink szerint az elkövetkezendő években. Nyilván ez mindig az adott költségvetési évnek a függvénye, hogy melyik évben tudjuk megvalósítani, de majd ilyen nagy csomópontfejlesztés lesz majd a körzetben a Csigekert utca, Szabó-Lőrinc, Balmazújvárosi Füredi út kereszteződésének a csomópontfejlesztése, valamint tudok példát mondani a következő évi fejlesztésekből a helyi lokális igényekre is. Ilyen lesz majd a Bezérédi utcának a fejlesztése,
Bezeredi utca kapcsán, ugye ott a tervekkel elkészültünk, és továbbra is várjuk a tulajdonosok nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a útépítéshez szükséges területet leadják.